Szép jó estét kívánok kedves minnyájuknak! Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Tapolca város önkormányzata nevében, Tapolca város önkormányzata képviselőtestületének alakuló ülésén. Köszöntöm Önöket, akik elfogadták meghívásunkat és személyesen eljöttek ide a Tamási Áron művelődési központba, de köszöntöm azokat is, akik élőben követnek minket a televízió segítségével vételkörzetünkben, vagy az internetnek köszönhetően szerte a világban. Kérem Önöket, hogy az alakuló ülés kezdetén énekeljük el nemzetünk imádságát, a himnuszt. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy hallgassák meg a Bacsány János gimnázium tanulójának, Szabó Gergelynek előadásában Bacsány János a hazai nyelv és tudományosság című versét. Bacsány János a hazai nyelv és tudományosság. Tekints, ó nemzetem, neved új díszére, tekints, hív munkási cserény elkölcsére, figyelmez költőit szíves énekére, s nézd derülő napot hajnali fényére. Bízván nagy Istened régi jóságában, s nem csüggedvén a sors kemény ostromában. Lásd, mely helyet foglalsz a népek sorában, s mit várhatsz az idők további folytában. Kijövén elődink hét fejedelmével, megráztad Európát karod erejével, s harcolván, küszködvén, Oszmán vad népével, megváltottad újra bajnokid vérével. De lehet másképp is tetszenünk az égnek, s ha pályája szép hírt hoz a vitézségnek, van még több útja is az emberiségnek, melyen templomához jut a dicsőségnek. Bételt rég a világ tetteit hírével, tudja, mit végezhetsz fegyvered élével. Mutasd ma, hadd lássa, mit tehetsz elmével, győzd meg minden népet nyelved szépségével. Róma végét látta nagy birodalmának, árnyéka sincs többé szörnyű hatalmának, hódol a föld ma is Tullius szavának, s Máró, Flaccus, Názó mennyei lantjának. Tisztelettel kérem fel Dobó Zoltánt, Tapolca város október 12-én megválasztott polgármesterét, hogy nyissa meg az alakuló ülést. Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megnyitom képviselőtestületi ülésünket.
A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalásával kezdjük a mai napot. A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk az alakulülésen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. Kérem, hogy a kiküldött napirendi pontokról szavazzunk. Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, készfelüléssel jelezze. Köszönöm. A kiküldött meghívó szerint az első napirendi pontunk a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról és annak testületi döntéssel való megerősítése. Felkérem dr. Gerencsén Mihály elnököt, hogy ismertesse a választási eredményeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismertetem Önökkel a 2014. október 12 napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásának eredményeit Tapolca településen. Tapolca vegyes választási rendszerbe tartozik, ennek megfelelően október 12-én polgármester és 8 egyéni választókerületi képviselő választása történt meg. A polgármester választás eredménye a következőképpen alakult. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 13.626 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 5.030 fő. Urnában lévő, bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 5.028 darab. Érvénytelen, de lebélyegzett szavazólapok száma 69 darab. Érvényes szavazólapok száma 4.959 darab. Érvényes szavazatok számának megoszlása. Lévai József, Magyar Szocialista Párt polgármester jelöltjére leadott szavazatok száma 1203 darab, 24,26%. Dobó Zoltán, Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltjére leadott szavazatok száma 1951 darab, 39,34%. Császár László, Fidesz, Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt polgármester jelöltjére leadott szavazatok száma 1805 darab, 36,4%. Tapolca város megválasztott polgármestere 1951 darab érvényes szavazattal, Dobó Zoltán Jobbik jelöltje. Tapolcán az egyéni választókerületi képviselő választás eredménye a következő. Első, egyes számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1903 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 712 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 712 darab. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 9 darab. Érvényes szavazólapok száma 703 darab. Az érvényes szavazatok számának megoszlása Sólyom Károly Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 232 darab. Tölgyes Zsolt, Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 224 darab, Lévai József, MSZP független jelöltre leadott szavazatok száma 230 darab, Vécsei Gábor, szociáldemokraták jelöltre leadott szavazatok száma 17 darab. Kettes számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1945 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 650 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0 darab. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 650 darab. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 31 darab. Érvényes szavazólapok száma 619 darab. Érvényes szavazatok számának megoszlása. Salai Rihár, független jelöltre leadott szavazatok száma 14 darab.
Horvátné Német Edit Fidesz KDNP jelöltjére leadott szavazatok száma 224 darab. Kozma Henrik Alajos Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 265 darab. Ádám József Szociáldemokraták jelöltre leadott szavazatok száma 3 darab. Balázsné Kis Éva MSZP független jelöltre leadott szavazatok száma 113 darab. Hármas számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1865 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 731 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 729 darab. Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 11 darab. Érvényes szavazólapok száma 718 darab. Érvényes szavazatok számának megoszlása. Kránic András, MSZP jelöltre leadott szavazatok száma 175 darab. Horvátné Szalai Gyöngyi, Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 243 darab. Dobó Zoltán, Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 291 darab. Ködbaum József, Szociáldemokraták független jelöltre leadott szavazatok száma 9 darab. Négyes számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1912 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 726 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 724 darab. Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 13 darab. Érvényes szavazólapok száma 711 darab. Az érvényes szavazatok számának megoszlása: Peszlek Gyula, MSZP jelöltre leadott szavazatok száma 131 darab. Árkovics Zoltán, Szociáldemokraták független jelöltre leadott szavazatok száma 74 darab. Pass Sándor, Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 224 darab. Kopány Ferenc, Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 282 darab. Ötös számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1880 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 666 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 666 darab. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 10 darab. Érvényes szavazólapok száma 656 darab. Érvényes szavazatok számának megoszlása: Rig Lajos Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 283 darab. Sági István Csaba Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 245 darab. Székely Jenő MSZP jelöltre leadott szavazatok száma 111 darab. Szikszai János, Szociáldemokraták független jelöltre leadott szavazatok száma 17 darab. Hatos számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1811 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 639 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 639 darab, érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 13 darab, érvényes szavazólapok száma 626 darab. Az érvényes szavazatok számának megoszlása: Kocsor Szabolcs Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 191 darab, Bognár Ferenc Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 200 darab. Búzás Gyula MSZP jelöltre leadott szavazatok száma 208 darab.
Kazinczy Zoltán Bálint, szociáldemokraták független jelöltre leadott szavazatok száma 27 darab. 7-es számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1564 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 582 fő. Urnában lévő bélyegző lenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 582 darab. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 12 darab. Érvényes szavazólapok száma 570 darab. Érvényes szavazatok számának megoszlása. Tóth Tibor, szociáldemokraták független jelöltre leadott szavazatok száma 32 darab. Marton József, Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 214 darab. Vajda Attila, Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 204 darab. Árvai Tamás Gábor, MSZP jelöltre leadott szavazatok száma 120 darab. 8-as számú egyéni választókerület. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 746 fő. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 324 fő. Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0. Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 324 darab. Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 6 darab. Érvényes szavazólapok száma 318 darab. Az érvényes szavazatok számának megoszlása. Gajdos Gáborné, szociáldemokraták független jelöltre leadott szavazatok száma 9 darab. Szabó Katalin, MSZP jelöltre leadott szavazatok száma 12 darab. Szí Andor Zoltán, Jobbik jelöltre leadott szavazatok száma 77 darab. Nemes Zoltán, független jelöltre leadott szavazatok száma 95 darab. Bakos György, Fidesz-KDNP jelöltre leadott szavazatok száma 127 darab. A továbbiakban tájékoztató a kompenzációs listás választás eredményéről. Jobbik töredék szavazatainak száma 920. Fidesz-KDNP töredék szavazatainak száma 912. MSZP töredék szavazatainak száma 892. Szociáldemokraták töredék szavazatainak száma 188. Az egyéni választókerületben keletkezett érvényes töredék szavazatok száma 2912. A mandátum szerzésre jogosító 5%-os szavazóhatár 146. A mandátumszerzésre jogosító 10%-os szavazathatár 292, a mandátumszerzésre jogosító 15%-os szavazathatár 437 szavazat. A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma 3, akik a következők: Császár László, Fidesz-KDNP, Lévai József, MSZP, Vajda Attila, Jobbik. Az eredmény ismertetése alapján az önkormányzat összetétele: Sólyom Károly, Fidesz-KDNP, Kozma Henrik Alajos, Jobbik, Dobó Zoltán, Jobbik, Kopányi Ferenc, Fidesz-KDNP, Rig Lajos, Jobbik, Búzás Gyula, MSZP, Marton József, Fidesz-KDNP, Bakos György, Fidesz-KDNP, Császár László, Fidesz-KDNP, Lévai József, MSZP, Vajda Attila, Jobbik. Tapolcán a választások a jogszabályi előírások megfelelően zajlottak le. A választás napján a helyi választási bizottsághoz kifogás nem érkezett, rendkívüli esemény a nap folyamán nem történt. Tájékoztatom még a tisztelt megjelenteket arról, hogy a polgármester úr és a képviselő urak a megbízó leveleiket a törvényes határidőn belül átvették.
Köszönöm szépen. Most pedig kérdezem a képviselőtestület tagjét. A választási eredmények megismerése után kérem a képviselőtestületet, hogy készfelemelésre szavazzon az elhangzott tájékoztató megerősítéséről. Kérem, aki elfogadja, készfelemelésre jelezze. Egy hangú, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A képviselőtestület tagjainak eskütétele következik. Elnök urat kérem, hogy vegye ki az esküt a képviselőtestület tagjaiból. Önöket pedig arra kérem, hogy az eskütétel alatt szíveskedjenek felállni. Arra kérdem a képviselő urakat, hogy az eskü szövegét majd mondják utánam, és az eskü tételt követően pedig majd aláírják a szükséges dokumentumot, az eskü okmányt. A eskü szövege. Én magamat becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Tapolca város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom, Isten engem útsegélyen. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom, Isten engem útsegélyen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, a polgármesteri eskütétel következik, melyhez kérem, hogy a jelenlévők álljanak fel. Én Dobó Zoltán, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Tapolca város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, Tapolca város önkormányzata képviselőtestülete letette az esküt. Most Dobó Zoltán polgármester úr programbeszéle következik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves tapolcaiak! Tisztelettel köszöntöm Önöket az újonnan megválasztott képviselőtestület alakulülésén, ahol a testület, az alpolgármester, a polgármester a város nyilvánosság előtt leteszi esküjét, illetve megalakulnak a szakbizottságok is. Tisztelt tapolciak, kedves választók! 2014. október 12-i választás változás hozott, köszönet érte Önöknek. Az elmúlt két évben sok helyen, sok esetben bebizonyosodott, hogy a város többsége mást gondol, mást akar. Az itt élő emberek egy jól érzékelhető, egyértelmű döntést hoztak, régi elvárásaikat a választás éjszakáján újrafogalmazták, tiszta szándékú politikát, számon kérhető döntéseket, felelősségteljes városvezetést akarnak. Számomra a következő 5 évben is a tapolcaiak véleménye lesz a zsinórmérték. Soha többé nem fordulhat elő,
hogy a tapolcai kifejezett akaratával ellentétes döntés szülessen a város érdekeire hivatkozva. Ugyanis önök a város. Ezért nem lehet a közakarattal szemben döntés hozni. Ezért nem az önök jóvoltából mindent elkövetünk, hogy bizalmukra méltók legyünk. Minden nap azért fogunk együtt, közösen önökkel dolgozni, hogy bebizonyítsuk, önök jól döntöttek. Polgármesterként az eddigi erényeket megőrizve, de a lakosság változások iránt igényét maximálisan szem előtt tartva, a lehető legszélesebb körben megvalósuló párbeszéd mellett szeretném irányítani a várost. Bízom abban, hogy a megválasztott képviselőtársaim is e gondolat jegyében kezdik meg immár 5 esztendőre szóló megbízatásukat. Az önök véleménye a legfontosabb. Lényeges, hogy valóban legyen beleszólások a dolgaink alakulásába, és ne csak akkor legyenek önök nekünk fontosak, ha esetleg kampány van. Saját életünk jobbítása érdekében bármikor bárki fordulhasson a polgármesterhez, alpolgármesterhez, megválasztott képviselőjéhez. Ugyanis azt vallom, hogy aki társadalmi szerepet vállal, felelősséggel tartozik mindenkiért, aki a területén él. Ehhez pedig kommunikáció, élő kapcsolat szükséges, csak ez tölti meg valódi tartalommal az önkormányzatiságot. Mire van szükség, mit is szeretnének az itt élők? Szinte fel sem kell tennem ezt a kérdést, hiszen minden nap tapasztalatai azt mutatják, hogy egész jól sikerült azt a kommunikációs csatornát kiépíteni, ami önöket összekötött velem. Éppen ezért arra törekszem, hogy a lakossági vélemények, ötletek, javaslatok, értékes meglátások és kritikák eljussanak hozzánk. Több társadalmi megbízásban működő szakmai kabinetet hozunk létre annak érdekében, hogy ez a cél maradéktalanul megvalósuljon. És még egyszer kérem önöket, hogy keressenek minket, és együtt tegyük meg azt, amit ennek a városnak a működtetése érdekében meg kell tenni. Előttünk tornyosuló 5 év, 5 nehéz esztendő lesz. Tennünk kell az elvándorlás ellen, erősítenünk kell a munkahelyhez jutás esélyeit, érezhetően javítani kell a köz- és vagyonbiztonságot, javítani az életminőséget. A következő ciklus egymás tiszteletének és figyelembevételeinek is a ciklusa lesz. Szakmailag indokolt bátor döntésekkel az igazság jegyében kell irányítanunk a várost. Számomra nem elég a törvényesség, nem elég a papír, etikus hozzáállás lesz minden döntésünk fundamentuma. Ezzel együtt természetesen kiemelten foglalkozunk választási ígéreteink megvalósításával is, melyek a tapolcai emberek akaratát, szándékát tükrözik. A kórház Tapolca lakosságának fáradtságos munkájával épült meg egykor, majd a mindenkori városvezetés támogatásával működött a tapolciak érdekében. A sebészet, a belgyógyászat, illetve korábban a szülészet megszüntetése olyan üzenet volt nekünk tapolciaknak, mely sokunkat az utcára küldött, véleményünk, ellenérzésünk, tiltakozásunk kinyilvánítása érdekében. Sajnos akkor nem találtunk meghallgatásra, pedig az eltelt időszak bebizonyította, szükség van sebészetre, belgyógyászatra. Azon leszünk, hogy ezt az igényt kielégítsük. Ide kapcsolódik az új mentőállomás létesítése is, amit szeretnénk közel 10 év után végre realizálni. Sokak véleményét osztom, akik Tapolca kitörési pontját egy egész évben látogatható fürdő létesítményben látják. Számomra az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a strandberuházás átgondolt, hosszú távú céljainkat szolgálva valósuljon meg. A gazdaság élénkítését nem csak szavakban, de tettekben is szeretnénk megvalósítani, a jó ötletekhez pedig pályázati forrást keresni. A pályázati rendszer hatékony kiaknázását kiemelten fontos tényezőként kezeljük, a megfelelő szakemberek bevonása, a helyi vállalkozók helyzetbe hozása elengedhetetlen. Ugyanez igaz a közrend javítására is. A lakosság nyugalma, biztonságérzete nagyon fontos eleme terveinknek, ezért több más mellett a polgárőrség tevékenységét is kiemelten támogatjuk, segítjük és új alapra helyezzük együttműködését a rendőrséggel. Tisztelt képviselőtársaim! Most önök megfogadták, hogy a tapolcaiak a város érdekeit a következő 5 évben rendületlenül szolgálják. Bárki bárhogyan is szavazott az elmúlt napokban, mindenki tapolcai, és az is kíván maradni. Ezért kérem önöket, hogy egy jól működő, fejlődő, gyarapodó városért tegyünk együtt. Mindenki azt szeretné, hogy gyermekei itt születnének, tanulnának, dolgoznának és boldogulnának. Szeretné, ha ennek a városnak lenne jövője, nem csökkenne a város lélekszáma. Tudom, ez most nagyon nehéz,
és lehetetlennek tűnik hirtelen megvalósítani, de mégis hinnünk kell benne. Tisztelt képviselők! Ennek érdekében félre kell tennünk a vélt vagy valós sérelmeinket, félre kell tenni a párthovatartozásunkat, hiszen Tapolca városra esküdtünk fel az imént. Hiszem, hogy a pártok és a város érdekei egyeztethetőek, hiszen erősülő Tapolca az országnak csak és a hasznára lehet. Ha ez megvalósul, az mindannyiunk boldogságát szolgálja. Végezetül egy mondás. A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma adomány. Kezdjük ma Tapolca új korszakát. Hajrá Tapolca, köszönöm a figyelmüket! Kérem, hogy a programról szóló tájékoztatásról a képviselők készfelelnéssel szavazzanak. Egy hangú, köszönöm szépen. Köszönöm a gesztus. A képviselő testület ülést az 5. napirendi ponttal folytatjuk. Ez a polgármester illetmény megállapítása. Bejelentem személyes érintettségemet, és kérem, hogy a képviselő testület szavazzon kizárásomról ennél a napirendi pontnál. Kérem, képviselőtestületet a szavazásból való kizárásomról legyenek olyan szívesek, szavazzanak. Köszönöm. Igen, egy hangon. Tisztelt képviselőtestület, a polgármester illetményének megállapítása következik az 5. napi rendi pontban. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény megmondja, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános. A polgármesterre is megfelelően kell ugyanezeket a szabályokat alkalmazni, tehát a polgármester illetménye is nyilvános. A polgármester illetményét a törvény a helyettes államtitkár illetményének meghatározott százalékában a lakosságszám függvényében állapította meg. Ez az illetmény, tehát a helyettes államtitkár illetménye 747.900 forint. A kerekítés szabályait alkalmazzuk minden esetben. Tapolca város lakosságszáma 2014. január 1-én meghaladta a 10.000 főt, ezért a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a 10.001 és 30.000 fő fölötti közötti lakosságszámot kell figyelemben vennünk. Ez esetben tehát a helyettes államtitkári illetmény 70%-a az alapja a polgármesteri illetmény megállapításának. Ez az összeg 523.500 forint. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a polgármester illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosultsága van. Ez az összeg 78.500 forint. A törvény kimondja, hogy ennyi a polgármester illetménye és költségtérítése. Ez egy tájékoztató. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a két határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Külön teszem föl szavazásra, aki egyetért a polgármesteri illetményről szóló tájékoztatással, az kérem kézfelemeléssel szavazzon. Tehát Dobó Zoltán polgármester úr illetménye 2014. október 12 napjától 523.500 forint. Kérem szavazzanak. 10 igen, egy hangú, köszönöm szépen. A második határozati javaslat a költségtérítésről szól. Aki egyetért és a tájékoztatás szerint tudomásul veszi, hogy Dobó Zoltán polgármester úr költségtérítése az illetményének 15%-ában megfelelő összeg
2014. október 12-től 78.500 forint, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. 10 igen, 1 hangú. Köszönöm szépen. A hatodik napirenddel folytatjuk a képviselőtestület alakuló ülését. Visszaadom a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata és módosítása következik. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet a képviselőtestület 2011. március 31-i ülésén fogadta el. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatát. Jelenleg új SMS megalkotása nem indokolt, de a módosítása szükséges. A módosítás magában foglalja a bizottsági rendszer felülvizsgálatát is. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság feladatait döntő többségben az új gazdasági bizottság, a család, egészségügyi, oktatási, művelődési és sportbizottság feladatait a humán bizottság fogja ellátni. Létrehozunk egy turisztikai és gazdaságfejlesztési bizottságot, mert Tapolca városa országos hírű látnivalókkal rendelkezik, idegenforgalma jelentős, gyógyhelyé minősítették. Az ügyrendi bizottság változatlanul működik. Változik az alpolgármesterre vonatkozó szabályozás, a két társadalmi alpolgármester helyett egy főállású alpolgármester lesz. Ahogy említettem, a bizottság feladatai szétosztásra kerültek, és több kisebb változás is van az SMS-ben. A mostani felülvizsgálat és módosítás nem jelenti azt, hogy a következő üléseken ne lehetne módosítani, például a tanácsnoki rendszerre is kitérünk. Kérem a képviselőtestületet, hogy aki az SMS felülvizsgálatát és módosítását 18 óra 55 perces órai hatályba lépéssel el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze. Egy hangú, köszönöm szépen. Köszönöm. Hetedik napi rendi ponttal folytatjuk. A bizottsági tagok megválasztása következik. Az előző napi rendi pontnál a képviselőtestület meghatározta a szervezeti és működési szabályzatban bizottságait, annak feladat és hatáskörét, valamint a bizottsági tagok számát. A képviselőtestület tehát 4 bizottságot hozott létre, az ügyrendi, a humán, a gazdasági és a gazdaságfejlesztési turisztikai bizottságot. A bizottságok elnökeit, valamint tagjait úgy kell megválasztani, hogy több mint felét a települési képviselők adják. A polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottság elnöke vagy tagja. Előzetes egyeztetés alapján bizottságonként külön-külön teszem fel a határozati javaslatokat szavazásra. Az érintettek a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárultak. A bizottságok nem képviselő tagjai esküt fognak tenni. Tájékoztatom a tisztelt képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az összeférhetetlenségi szabályokról a jegyző fogja önöket tájékoztatni. 30 napon belül vagyonnyilatkozatot is tenni kell, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás és ellenőrzési feladatokat az ügyrendi bizottság látja el. A szükséges nyomtatványok átadásra kerültek. Kérem szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a 3-tagú ügyrendi bizottság elnökévé Vajda Attila képviselő, tagjaivá Bakos György és Búzás Gyula képviselő kerüljenek megválasztásra, kézfelemeléssel szavazzon. Egy hangon, köszönöm szépen. Aki egyetért azzal, hogy a 7-tagú humán bizottság elnökévé Martoly József képviselő, tagjaivá Búzás Gyula, Kozma Henrik Alajos, Vajda Attila képviselők, és nem képviselő tagjaivá Balázsné Kis Éva, Kapi Izabella és Pas Sándor kerüljenek megválasztásra, kézfelemeléssel szavazzon. Egy hangú, köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy a 6-tagú gazdasági bizottság elnökévé Lévai József képviselő, tagjaivá Császár László, Koppányi Ferenc, Kozma Henrik Alajos, és nem képviselő tagjaivá Kránic András és dr. Varga László kerüljenek megválasztásra, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Egy hangú. Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy az 5-tagú
Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökévé Sólyom Károly képviselő, tagjaivá Császár László, Kozma Henrik Alajos képviselők, és nem képviselő tagjaivá Árvai Gábor Tamás, Sági István Csaba kerüljenek megválasztásra, kézfelemeléssel szavazzon. Egy hangú, köszönöm szépen. A szavazás után kérem, hogy a nem képviselő bizottsági tagok jöjjenek fel a színpadra eskütételre. Bejelentem, hogy Kránic András a későbbiek folyamán esküt tesz. Kérem, az eskü szövegét mondják majd utánam. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat, Tapolcaváros fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. 8. napirendi pont következik, az alpolgármester megválasztása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselőtestület a polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel a polgármester helyettesítésére egy alpolgármestert választ, vagy több alpolgármestert választhat. Az előzőkben elfogadott SMS szerint településünkön a képviselőtestület egy főállású alpolgármestert választ. Alpolgármesternek Rig Lajos képviselőtársamat javaslom. Megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítását az ügyrendi bizottság végzi. A titkos szavazás eredményét is a bizottság állapítja meg, amelyről jegyzőkönyv ismertetésével a képviselőtestületnek jelentést tesz. A döntést alakszerű határozatban kell fogadni. Foglalni, bocsánat. Megkérem az ügyrendi bizottság elnökét, Vajda Attilát, ismertesse a szavazás eredményét. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az ügyrendi bizottság a szavazólapra Dobó Zoltán polgármester javaslatára Rig Lajos képviselő, mint jelöltet felvette. A Tapolca közös önkormányzati hivatal jegyzője megállapította, hogy a titkos szavazás a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le. A titkos szavazás eredménye. Rig Lajos alpolgármester jelöltre leadott szavazatok száma 11, érvényes szavazatok száma 11, ebből igen szavazott 11, ebből nem szavazott 0. Az ügyrendi bizottság három igen szavazattal egyhangulag megállapítja, hogy Tapolcaváros alpolgármesterének 11 darab érvényes szavazattal Rig Lajos képviselőt választotta meg a képviselőtestület. Megállapítom, hogy 11 érvényes szavazattal 2014. október 21-től Rig Lajos képviselőt alpolgármesterré választotta a Tapolcai képviselőtestület. Most pedig az alpolgármesteri eskü következik. Kérem a jelenlévőket szíveskedjenek felállni. Kérem, az eskü szövegét mondja utánam. Én Rig Lajos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Tapolcaváros fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm. Köszönöm. 9. napirendi ponttal folytatjuk.
Alpolgármester illetmény megállapítása. Tisztelt képviselőtestület! Az előzőkben megválasztottuk az alpolgármestert, most a 9. napirendi pontként illetményének megállapítása következik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint az alpolgármesterre alkalmazandó szabályok megegyeznek a polgármesterével, tehát az alpolgármester illetménye is nyilvános adat, amelyet összegszerűen kell meghatározni. A törvény szerint a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetményének 70-90% közötti összegben állapítja meg a képviselőtestület. Az alpolgármester esetében ez az összeg 366.500 és 471.200 forint között van. Az alpolgármester jogosul továbbá illetménye 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre. Ez az összeg 55.000 és 70.700 forint között lehet. Parancsolj! Szeretném a személyes érintettségemet bejelenteni, és kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy döntsenek arról, hogy a szavazásból kizárjanak. Kérem a képviselőtestületet, szavazzunk. Aki... Így van, köszönöm. Köszönöm, 11 hang. Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester illetménye 471.200 forint legyen, készfelmenéssel szavazzon. Egy hangú. Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester költségtérítése 70.700 forint legyen, készfelemeléssel szavazzon. Egy hangú, köszönöm szépen. Tizedik napirendi pontunk következik. A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazást ad arra a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíját rendeletben határozza meg. A korábbi szabályozás a választás alapján hatályát vesztette, így egy új helyi rendeletet kell alkotnunk. A törvény a tiszteletdíj mértékére nem ad iránymutatást, csak annyit ír elő, hogy a megállapított tiszteletdíj nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A rendeletben a tiszteletdíjak mértéke ugyanannyi marad, mint korábban volt, csak a hatályát vesztett szakaszok kimaradnak a rendeletből. Kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetértve a határozott javaslatot el tudja fogadni, kész felemeléssel szavazzon. Egy hangú, köszönöm szépen. Tisztelt vendégeink, kedves képviselőtársaim, több napi rendi pont nincs mára. Köszönöm a részvételt, az alakulülést ezennel bezárom.